A Széchenyi kártyával kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ azok a vállalkozók, akik részt vettek az Iparkamara és a Kavosz ZRT Moson-Magyaróvári tájékoztatóján. Krisán László a hitelkonstrukciók szakmai irányításáért felelős Kavosz ZRT vezérigazgatója elmondta. A Széchenyi kártya program azért sikeres, mert személyre és vállalkozásokra szabott megoldásokat tud kínálni. 20-25 ember jön be a vállalkozások közül az irodáinkba, az azt jelenti, hogy napi 100 emberrel dolgozunk, az azt a fajta alázatot bennem mindig megkelti, hogy ők elmondják, hogy mi a bajuk, elmondják, hogy mik a problémáik, mire kell megoldást találni, és a sok információból ott bent a kis pók összegyűjti azokat, amire igazából válaszokat kell adni, és mi úgy hozunk létre új termékeket, hogy a vállalkozók problémáit próbáljuk meg feltárni. A vállalkozók 6 féle hiteltermék közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Fontos, hogy a többi hitel lehetőséggel szemben a Széchenyi kártya programnál kisebb a kockázat. A kisvállalkozásra valóban jellemző, vagy a mikrovállalkozásokra jellemző volt az elmúlt időszakban, hogy a magánvagyon és a céges vagyon összemosódott. És amikor fölvett a cégre egy hitelt, akkor arra nem ritkán rátette a családi házát. Ez nagyon sok embernek probléma. Nagyon-nagyon sok embernek probléma. A Széchenyi kártyánál 10 millió forintig nem kérünk ingatlan fedezetet. Tehát maga a kártya úgy van felépítve, hogy 10 millió forintig maga az eszköz, amit venni akar a fedezet, vagy a cégnek az egyéb vállalkozási része a fedezet. A kedvező feltételek és az alacsony kamat miatt sokan éltek már a Széchenyi kártya lehetőségeivel. Az elmúlt 12 év alatt majdnem 1300 milliárd forint hitelt folyósítottak.